a stadionokból. Rendben van, legyen így, egyetértünk vele, csak olyan pongyola a megfogalmazás, hogy nem lehet eldönteni, hogy mi, tehát hogy mi számít odautazásnak, és mi számít visszautazásnak. Tehát azt azért, erre azért kicsit odafigyelhettek volna, hogy ezt megfogalmazzák úgy, hogy lehessen tudni, hogy mondjuk egy szurkoló, hogy kilép a ház ajtaján, akkor az már odautazásnak minősül. Tehát most komolyan, tehát ennyit említ a törvényjavaslat. Tehát ez egy gumi jogszabály. Hogy fogják eldönteni, hogyha ő most, tudom én, tilosba parkolt, most mondtam egy példát, akkor te kitiltják a meccsről. Tehát az a baj, hogy ez megint arra felé mutat, hogy itt azokat az embereket, akik önöknek nem tetszenek, azokat kitilthassák a futballstadionokból. Most hiába rázza államtitkár úr a fejét, arra megy ki a játék, hogy azoknak a radikáljobbos szemléletet hordozó szurkotáboroknak a vezetőit, ami Magyarországon egyébként egy futballcsapatot kivéve, direkt nem említem a nevét, hogy melyiket, egy futballcsapatot kivéve mindegyik tábornak a nagy része egyébként radikál jobbos szemléletet hordoz. Ez önöknek nyilván nem tetszik, MSZP-seknek nyilván megint nem tetszik, még egyébként Siffer Andrásnak se tetszik, de ő egyébként legalább jár focibecsre, és legalább tudja, hogy miről szól ez az egész, meg legalább van gyakorlati tapasztalata, önöknek nincsen. Arról szól a játék, hogy ezeket az embereket kitiltsák a meccsről egyessével. És lehet erre rázni a fejünket, ez így van. Mert önöknek ez biztonsági kockázatot jelent. De említhetném egyébként a tévéostromot, említhetném a 2006-os, 2006-tól 2010-ig utcai eseményeket. Valljuk meg őszintén, a futballszurkolók elég komoly szerepet játszottak benne, emiatt nyilván a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke bólogat is, nyilván ő elég jól tudja, a Nemzetbiztonsági Hivatal is emiatt ugye vizsgálódott, ez önöknek nem tetszik. Önöknek politikailag, akár a Fidesznek, akár az MSZP-nek biztonsági kockázat a nagy létszámú szurkolótáborok, ezeket ki kell tiltani a stadionokból, el kell őket lehetetleníteni, ilyen gumijogszabályokkal szeretnék ezeket ellehetetleníteni. Lehet erre bármit mondani, tudjuk, hogy ez így van. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez az odautazás és a visszautazás, ez mi alapján fogják eldönteni, hogy mikortól számít odautazásnak, vagy a mérkőzésre utazásnak, vagy a mérkőzésre visszautazásnak. Tehát hogy fogják ezt megítélni? Bármilyen rendbontás vagy szabálysértés esetén. Most mondok egy példát. Pirotechnika, amiről szintén ki fogok térni, mondjuk megy egy zalaegerszegi busz Szombathelyre, megállnak egy parkolóba, a stadionban nem lehet pirotechnikai eszközt használni, begyújtanak egy pirotechnikai eszközt a parkolóba. Mert egyébként beszoktak amúgy, mert hozzátartozik a hangulathoz. Tehát tényleg beszoktak. Oda megy a rendőrség, fogja, egyébként egy ilyen senkire nem veszélyes dolog miatt ki fogják tiltani majd x évre az embert a stadionból. És erre mondhatnék még számtalan példát. Tehát kérnék erre választ, hogy mi alapján fogják ezt megítélni. Külföldi szerveknek való adatkiadás. Egyébként erre nagyon súlyos tapasztalataink vannak. Ez a Dunaszerdahelyi mérkőzés, amit már többen említettek. Én ezen egyébként ott voltam. Valahogy Ágnes biztos tudja. Ezen a mérkőzésen. A mérkőzés reggelétől, ez kb. 3000 embert érintett, ugye 3000 magyar szurkolót, több száz, de lehet, hogy több ezer embernek voltak a szlovák rendőrségnek leoldva az adatai. Tehát rendszám alapján keresték az autókat, listával járkáltak a szlovák rendőrök már a városban és a környező falukban, a környező kocsmában, a környező boltokban, a környező utcákban, de nem csak Dunaszerdahelyen, már a határátkelésnél, Komáromban, különböző Rajkán, a határátkelés után 5-10 kilométerrel a posztokon fennakadtak a buszok, az autók, mert a rendszám alapján várta őket a szlovák rendőrség, amit a magyar szervek vagy szolgálatok leadtak nekik, ami egyébként is ahhoz vezetett, hogy már ott megkezdődtek a vegzárások, végig tudták követni, tehát, és abba a torkolót, amit ugye mindannyian ismerünk. Van egy másik példám egyébként, hogy ez milyen szinten gyakorlat, hogy a magyar szervek kiadják idegen országoknak az állampolgári adatát. Konkrétan nem futball mérkőzéshez kapcsolódik, de elmondom, mert végül is valamilyen szinten hozzá lehet csatolni.
2006-ban, 64 vármegyei ifjúsági mozgalommal tartottunk Versailles-ban egy felvonulást, egy megemlékezést június 4-én. Körülbelül 600-an vettünk rajta részt. Én ugye ennek a rendezvénynek a szervezője voltam, a francia rendőrséggel ott a helyszínen ugye egyeztettem, és a francia rendőrségnek ezt is tudja nyilván Vadai kolléga, a francia rendőrségnek a egyik tisztjével ott egyeztettem, és a végén odajött hozzám ez a francia tiszt, és megköszönte, hogy milyen korrektül viselkedtünk, hogy milyen rendbontás nélkül lezajlott a rendezvény, mert hogy a magyar szolgálatok, meg a magyar rendőrség nem ezt adta le rólunk. A magyar rendőrség több száz listát küldött azokról az emberekről, a konkrét buszoknak a listáit, hogy kik ülnek a buszon, ezek voltak leadva, teljes mértékben egy olyan listát és egy olyan jellemzést írtunk, hogy mi ott szét fogjuk verni. Versailles, ez még tévéostrom előtt volt, tehát itt azért mielőtt itt bárki felhozná, hogy szétszoktuk. Ki tévéostrom előtt volt, 2006. június 4-én, és megköszönte ez a francia rendőrtiszt, mert hogy a magyar rendőrség és a magyar rendvédelmi szervek ilyen jellemzést adtak rólunk. Ráadásul teljesen törvénytelenül több száz magyar állampolgárnak, adófizető állampolgárnak kiadták az adatait, ami egyébként szerintem abszolút veszélyes és törvénytelen. És most itt ugyanerre készülnek, és ahogy Apáti képviselőtársam elmondta, viszonosság viszont nincs. Mert egyetlen egy ország normális magára valamit adó rendvédelmi szerve nem fogja kiadni az állampolgárainak az adatait, ha elő írja az Európai Unió, ha nem. Hiába írja elő, mondjanak példát, amikor kiadták. Mondják meg, hogy mondjuk a SEO, a Bukarest szurkolói, vagy a bármelyik ide látogató, egyébként kemény szurkoltáborral rendelkező foszi csapatnak, a szurkolóinak a nevét megkapták. Az egyik 2005-ben, azt hiszem, hogy 2004-ben Magyarország látogatott a világ legkeményebb szurkoltáborában rendelkező foci csapat, az angol Mill volt, 2004. Olyan botrán csináltak a Váci utcán, hogy világhírű volt, és meg szeretném kérdezni, hogy hány darab nevet kaptak Angliából? Hány darabot? Szétverték Budapest belvárosát. Hány darab név jött Angliából? Egy se. Akkor senki nem tartja be. Hát, és csak Magyarország, ez már megint ugyanott tartunk, hogy a magyar impotens külpolitika, a magyar mindenkinek megfelelési kényszeres, mindenkinek megfelelni vágyó külpolitika és belpolitika kiadja a magyar állampolgárok adatait, illetve sárba tiporja bizonyos kisebbségek, jelen esetben a futballszurkolóknak a jogait. Egy másodperc, pirotechnikai eszközökkel fejezném be. Sajnos ebbe a törvényjavaslatban pirotechnikai eszközök egyébként nem szerepelnek, amiből nagyon-nagyon sok probléma szokott egyébként származni a foci stadionokba, mert nem vesznek róla tudomást se az MLS, se a rendőrségnek az emberei, hogy a pirotechnikai eszközöknek a használata hozzátartozik egyébként a szurkolói kultúrához, a világon mindenhol hozzátartozik. Itt Magyarországon nem vesznek erről tudomást, és amikor egy szurkoló, aki ennek ellenére olyan halálos bűnt követ el, hogy begyújt mondjuk egy ilyen fáklyát, amit egyébként amúgy meg lehet venni a forgalomban Magyarországon, tehát meg lehet venni a bármelyik boltban, ugye ezt úgy hívják, hajózási jelző fáklya kereskedelmi forgalomba szerepel, tehát bemegy az ember a boltba, megveszi, és hogyha begyújtja, egy ilyen halálos bűnt követ el, begyújtja, tehát mi történik? Bemegy érte egy kiemelő osztag a rendőrségtől, Sümbe például, ebbe a sűn állásba, és megpróbálja kiemelni, amiből örülök, hogy ilyen derültséget okoz, de egyébként ebből származik a kisebb botrányoknak, a balhétnak a 90%-a, hogy nyilván a többi szurkoló meg nem hagyja ezt egyébként. Csak az a baj, hogy nagyon jó, hogy államtitkár úr ennyire ilyen derültséget okozok önnek, meg itt az egész ennek a 20 embernek, aki most hallgatja ezt a vitát. Csak az a probléma, hogy ezt egyébként önök nem tudják, és nem figyeltek erre oda, és nem a szurkolókat nem vonták be
ennek a törvénynek a tárgyalásába, mert ha ilyen apróságokba bevonták volna, el lehetne kerülni rengeteg kellemetlenséget. Mert ebből egyébként, akármit mondanak, ebből egyébként folyamatosan tűz lesz. Ebből folyamatosan, mert a szurkolókkal nem lett egyeztetve, nyilván a szurkolók önökben nem bíznak, nyilván a szurkolók nem birkák, hiába szeretnék, nem birkák, nem fogják azt csinálni, amit egyébként a Fidesz frakció szokott Orbán Viktor parancsára, hogy csettint egyet, és akkor mindenki vigyázz bár. Itt ez nem működik. Itt ellenállni fognak a szurkolók, abban az esetben nyilván lehetett volna velük beszélni, vagy lehetne, hogyha itt tárgyalnának velük, megkérdeznék a véleményüket, mit szeretnék, és valamilyen észszerű, bocsánat. És észszerű kompromisszumokat lehetne kötni. Ebben a pirotechnikai kérdésben miért nem lehet egyébként, megkérdezem, hogy lehetséges-e, hogy mondjuk egy olyan részt beletenni a törvénybe, hogy az a klub, aki úgy gondolja a saját felelősségre, egy vagy két szektort, nyilván nem a családi szektort, hanem mondjuk az ultrák szektorát kijelölje, és ott ellenőrzött körülmények között lehessen az adott klubnak a mérkőzésén pirotechnikai eszközt használni. És nyilván az legyen a klub felelőssége, és higgyék el, hogy lesz ilyen klub. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, 2 perces reagálásra megadom szót Apáti Istvánnak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, csak gyorsan szeretném a pirotechnikai témakört kiegészíteni. Egy egészen friss jogerős ítélet kapcsán, hozzáteszem, nem futball, kosárlabda mérkőzésről van szó, valahol a Nyugat-Dunántúlon történt az eset. Két szurkoló, két fiatalember 20-as évek elején jártak, bedobott pirotechnikai eszközt a kosárlabda pályára, és közveszélyokozás kísérlete miatt jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték őket. Holott ez legfeljebb pirotechnikai szabálysértésnek minősült, nyilvánvaló alkalmatlan kísérlet volt, de egész egyszerűen gyorsított eljárásban, nem gyorsított eljárásban, de egy nem megfelelő jogi ügyvédi képviselet mellett jogerőssé vált az ítélet, és valószínűleg az egész életüket ketté fogja törni, derékbe fogja törni ez az igen-igen túlzó bírói ítélet, illetőleg a tényállás helytelen, jogszerűtlen megállapítása. És látom én, hogy államtitkár nem nagyon akar hinni nekünk, én azt javaslom önnek, mint amit pár száz évvel ezelőtt Mátyás király már megtett, mint hogy Mátyás király áruhában járta ugye az országot. Ön hanemis áruhában, de nem öltönyösen, civil ruhában látogasson ki, konkrétan leginkább ezt javaslom ennek egy Ferencváros-Újpest mérkőzésre. Jöjjön velünk a Népligeti metró megállótól Újpest városközpontig, sétálja velünk végig azt a néhány kilométert az újpesti metró megállótól a Megyeri úti stadionig. Nyugodtan nézze a rendőrök tevékenységét, figyelje, hogy milyen szakszerűen, milyen kulturáltan bánnak és beszélnek a szurkolókkal. Jöjjön, tartson velünk akkor is, amikor az Albán negyedosztály szintjét idézi a beléptetési rendszer, mikor 3-4 ezer fradi szurkolók egyesével engednek be az úgynevezett profi beléptető rendszeren keresztül. Ha nem is szurkolja, de nézze velünk végig a mérkőzést, ugyanezt a túrát tegye meg visszafelé, és akkor megkérdezem az ön véleményét. Akkor kíváncsi lennék arra, hogy mit érezne, amikor valóban a rendőrök sokszor ok nélkül lögdösik, bántalmazzák az embereket, és valóban akár könnygázgránát, akár palackos könnygáz formájában egy búcsú csókot adnak nekünk a szó átvitt értelmében, és nem kevés ember akint emilyen súlyos sérüléseket kénytelen elszenvedni. Ha ezt ön megteszi, akkor ígérem, kezet rázok önnel, és szerintem ön akkor már saját maga fogja kérni ennek a törvényjavaslatnak a visszavonását. Köszönöm. Szeretném biztatni Gulyás Dénes képviselőtársunkat, hogy bátran visszaülhet a helyére, mert amikor riadtan távozott Zagya György bejelentésénél, hogy beszédét pirotechnikai eszközökkel fejezi be, nem alkalmazással fejezte be, csak beszélt erről a kérdés között, tehát bátran visszaülhet. 2 perces felszólalásra következik Németh Zsolt, a Jobbik képviselő. Köszönöm, az enyém inkább egy ügyrendi javaslat volna. Javaslom a parlament megfelelő infrastruktúrájának, hogy szerezzen be Zagyva Gyulának egy hosszabb kábelt, és az enyémből nyugodtan vághatnak le hozzá. Köszönöm, és ahogy látom, az általános vita általánossá válásánál ezt talán most már végszónak és konklúziónak tekinthetne. Megkérdezem Kontrát Károly, igen, jelzi, válaszol államtitkárról a vitában, elhangzottakra öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én örök optimista vagyok, abba bíztam, hogy végre ez lesz az első olyan törvényjavaslat, ami a
közrend, közbiztonság, sportbiztonság területén a Jobbik támogatását is el fogja nyerni, de hát az első hozzászólások után már be kellett látnom, hogy csalatkoznom kell, hiszen egyáltalán nem szeretnék támogatni azt, hogy tényleg a sportbiztonság, a stadionok, sportpályák biztonsága megvalósuljon Magyarországon. Nagyon sajnálom, és azt is sajnálom, hogy az elején elmondták, hogy módosító javaslatot sem akarnak beadni ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez a bejelentés is önmagáért beszél. Tisztelt országgyűlés, és a LMP frakcióvezetőjét is arra biztattam volna egyébként, aki szintén több mindent kifogásolt a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy van mód arra, hogy módosító indítványokat adjanak be. Úgy gondolom, hogy elég hosszú általános vitának vagyunk a vége felé. Úgy gondolom, hogy erre a lehetőségre, erre a parlamentális eszközre az LMP frakciójának is, vagy a Jobbik frakciójának is, ugyanúgy, mint valamennyi parlamenti képviselőnek lehetősége van. Ami pedig a lényeget illeti, azért ez a vita önmagáért beszél olyan szempontból is, hogy egy létező társadalmi problémára világított rá a törvényjavaslat, sőt nem csak rávilágított, hanem ennek a reális vagy megoldásának a eszközrendszerét is a tisztelt ház elé terjesztette, hiszen ha nem lett volna így, ahogy én most megfogalmaztam, akkor bizonyára nem lett volna ilyen élénk vita e tekintetben. Ami pedig a kormánypárti, illetve a támogató hozzászólásokat illeti, én köszönöm azoknak a képviselő társaimnak, köszönöm azoknak a bizottságoknak, akik ezt a törvényjavaslatot támogatták, akik fontosnak tartják azt, hogy ezzel is hozzájáruljunk, ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával is hozzájáruljunk azzal, ahhoz, hogy Magyarországon a közrend, közbiztonság, a sportbiztonság javuljon, és én azért éreztem azt, hogy itt a futball szeretettem, hiszen a vita egy része kifejezetten a labdarúgásról szólt, és itt mindenki a maga emlékeit is, vagy annak egy részeit is, vagy tapasztalatait is elmondta, bár néhányan megpróbálták ezt kiforgatni, de mégis azt láttam, azt tapasztalom, hogy itt az országgyűlési képviselők soraiban, frakcióktól függetlenül jelentős tábora van a labdarúgásnak, jelentős tábora van a focinak. Én úgy gondolom, hogy ha ez így van, akkor azért abba bízom, hogy a vita során, a részletes vita során, illetve a későbbiekben mégis támogatásra méltónak találják ezt a törvényjavaslatot. Erre is kérem a jelenleg még gondolkodó, vagy a támogatásukat jelző frakcióknak, illetőleg képviselőtársaimnak. Engedjenek meg egy-két konkrét észrevételt is. Nem akartam többször gombot nyomni, bár erre a házszabály szerint lehetőségem lett volna, hogy a vita több szakaszába is jelezzem a megszólalási szándékomat, csak a végére hagytam. Ez a 2008-as dunaszerdahelyi AC Slovnaft mérkőzés, Slovna Bratislava, így van, mérkőzés kapcsán nem csak sajtótájékoztatót tartottunk, hanem akkor Lázár János elnök úr vezetésével működő Honvédelmi Rendészeti Bizottság külön napirendjére tűzte ezt a kérdést. Meghívtuk az akkori igazságügyi és rendészeti minisztérium vezetőjét, a rendőrség képviselőjét, a szolgálatok képviselőjét, és feltettük a kérdéseinket ezzel kapcsolatban. Mi is kritikát fogalmaztunk meg egyébként az akkori magyar hatóságok eljárásával kapcsolatban, és elfogadhatatlannak tartottuk ezt a szlovák fellépést. Ezt csak azért mondom el, hogy mi ellenzékben is, akkor verbálisan, kormányon pedig a kormányzati eszközök segítségével teszünk a magyar állampolgárok, vagy küzdünk a magyar állampolgárok érdekeiért, országhatáron belül és országhatáron kívül is. És én azt azért szeretném elmondani, és azért tartom ezt fontosnak leszögezni itt ebben a vitában is, hogy több törvényjavaslatnál, ami a rendészettel kapcsolatban az elmúlt év őszén itt a napirenden volt, többször elmondták, hogy például a külföldi rendőri erők magyarországi tevékenységgel kapcsolatban
vizionáltok olyanokat, hogy itt a magyar érdekek mennyire sérülnek, azóta se tudnak egyetlen olyan esetet se fölhozni, ami ezt alátámasztotta volna. És most is szeretném elmondani, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása esetén a magyar jogalkalmazó, jogvégrehajtó szervek mindenkor a törvény, a hatályos törvények szerint fognak eljárni, mindenkor a magyar köztársaság, Magyarország érdekeit fogják szolgálni, a magyar állampolgárok érdekeit fogják szolgálni, és mi ezt egyébként ennek a törvényjavaslatnak a vitája során is, és egyébként is minden, akár az uniós kötelezettségek teljesítése, illetőleg a magyar érdekek összevetése kapcsán is el szoktuk mondani, hogy mi összehangoljuk ezeket a lépéseket, tehát a magyar érdekek, uniós érdekek figyelembevételével szoktuk kialakítani az álláspontjainkat e tekintetben. Tisztelt Országgyűlés! Fontos törvényjavaslat általános vitáján vagyunk túl. Én még egyszer szeretném megköszönni az aktivitást, szeretném megköszönni a támogató nyilatkozatokat, szeretném, és még szeretnék két mondatot a végére. Egyrészt visszautasítom Szilágyi György képviselő úrnak a készeléti rendőrség tagjait droidoknak nevező megjegyzését, és Lenhart Balázs képviselő úrnak, aki most jelenleg nincs itt a teremben, az MTK kapcsán elhangzott kijelentéseit is, ezt a zsidózását, ami egyébként az MTK-t illeti, szeretném visszautasítani. Szeretném elmondani, hogy az MTK-ra is a magyar, hatályos magyar jogszabályok vonatkoznak, mint klubra, mint futballcsapatra. Én úgy gondolom, hogy ez a hangulatkeltés teljesen mértékben elfogadhatatlan. Végezetül még egyszer szeretném megköszönni a figyelmüket. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, az általános vita formális lezárására a módosító javaslatok házszabályszerű benyújtása érdekében az ülésnap végén kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a honvédelemről és a magyar honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot T per 3478-as számon, a bizottsági ajánlás pedig T per 3478 per 2-es számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik. Mielőtt megadnám a szót Hende Csaba, a honvédelmi miniszter úrnak, engedjék meg, hogy köszöntsem a Magyar Honvédségnek az államtitkári Páholyban helyet foglaló vezetőit. És most megadom a szót miniszter úrnak, a napi rendi pont előadójának 35 perces időkeretben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Engedjék meg, hogy mindenek előtt név szerint is köszöntsem a velem szemben lévő Páholyban helyet foglaló Fodor Lajos nyugállományi vezérezredest, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát, dr. Benkő Tibor vezérezredes urat, a Honvéd vezérkar főnökét, Orosz Zoltán altábornagy urat, a Honvéd vezérkar főnökének helyettesét, valamint Kovács József vezérőrnagy urat, az Összhadelemi Parancsnokság parancsnokát. Tisztelt Ház, Magyarország megújulásának napjait éljük, és Magyarország megújításának rendkívül nehéz és nagy körültekintést igénylő munkáját végezzük. Ennek egyik legfontosabb műve az alaptörvény és a hozzá kapcsolódó sarkalatos törvények megalkotása, amelyek együtt adják meg azt az alapot, amelyen ezt az építkező munkát elvégezhetjük. Az önök előtt fekvő javaslat a haza védelmének és szolgálatának kettős, egymástól el nem választható ügyének sarkalatos törvényi kereteit hivatott megteremteni. Tisztelt Országgyűlés, a honvédelemről és a magyar honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat megalkotása alapvetően két pilléren nyugszik. Az első pillér maga az alaptörvény. Ennek megfelelően a tervezett elsődleges célja, hogy a 2012. január 1-én hatályba lépő alaptörvényünkben rögzített elveket és feladatokat részleteiben szabályozza, és megteremtse azokat a törvényes kereteket, amelyben a további szükséges részletszabályok megalkothatók és megalkotandók. A sarkalatos törvény létrehozásának második pillére egy ennél tágabb és összetettebb viszonyrendszer. Ez alatt értem az elmúlt években megváltozott biztonsági, társadalmi és gazdasági környezetet. Így a honvédelmi törvény számos területen korszerűsítésre szorul. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a hatályos honvédelmi törvény 1993-ra visszamenő
már akkor kiérlelt lényegi és egyébként a gyakorlatban jól működő rendelkezéseit és szabályozási tárgyköreit megváltoztatnánk. Mert ami jó, tisztelt ház, azt nem kell megváltoztatni és nem kell megjavítani. Az országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat átfogó volta ellenére egy tisztázó folyamat eredménye is, hiszen az eddigi 210 paragrafushoz képest mindössze 85 szakaszban foglalja össze a sarkalatos törvényre tartozó és kizárólag ilyen szabályokat és rendelkezéseket. A javaslat törekszik tehát arra, hogy ne terhelje a sarkalatos törvényt felesleges részletszabályokkal, ennek megfelelően az országgyűlés elé egyszerű többséggel elfogadandó törvénnyel fogunk jönni az év második felében, és természetszerűen a kormány és a honvédelmi miniszter szabályozási rendeletalkotási jogköre is ennek megfelelően bővül. Tisztelt országgyűlés! A sarkalatos törvény tervezete felépítését tekintve 4 részből és 10 fejezetből áll. Az első rész 3 fejezetben a honvédelem alapjait, a második rész 5 fejezetben a magyar honvédség működését, a harmadik rész 1 fejezetben a rendkívüli intézkedéseket, a negyedik rész pedig ugyancsak 1 fejezetben a záró rendelkezéseket tartalmazza. Tisztelt képviselőtársaim! A javaslat kellő részletességgel szabályozza a katonai szolgálati kötelezettségre, a gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére, a különleges jogrendben alkalmazható részletes szabályokra, továbbá a honvédség szervezetére, feladataira, irányítására, vezetésére és működésére vonatkozó szabályokat. A polgári védelmi kötelezettség vonatkozásában csak az alapvető szabályokat határozza meg, a részletes szabályok, majd a katasztrófavédelemről, illetve a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatban fognak szerepelni. A honvédelmi munkakötelezettségre vonatkozóan törvényjavaslatunk csak a korhatárra és a mentességre vonatkozó szabályokat tartalmaz. Az egyéb kérdések, mint például a hatósági eljárás, a honvédelmi munkakötelezettséget teljesítők jogai és kötelezettségei, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok körébe tartoznak, ezért indokolt, hogy azokat a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok előkészítésére felelős minisztérium készítse elő külön sarkalatos törvényben. Tisztelt országgyűlés! A törvényjavaslat tartalmi elemei között mindenekelőtt a katonai szolgálati kötelezettségről kell szólnunk. A katonai szolgálati kötelezettségre vonatkozó feltételeket az alaptörvény 31. cikkének 3. bekezdése meghatározza, ezért azok a javaslatban, mivel ez ismétlés volna, külön nem szerepelnek. A katonai szolgálati kötelezettség ellátása megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején az alaptörvény szerint minden nagykorú, magyar állampolgárságú férfi feladata, aki Magyarország területén lakóhelyen rendelkezik. Ugyanúgy, ahogy jelenleg is a most hatályos törvény rendelkezik. Nem hívhatok be katonai szolgálatra azok, akik 40. életévüket betöltötték, a kiképzett tartalékosok közül pedig azok, akik a hivatásos katonai szolgálat felső korhatárát már elérték. A katonai szolgálat teljesítésére a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél kerülhet sor. A javaslat szabályozza a behívás és a bevonulás garanciális szabályait, a katonai szolgálat félbeszakítását, valamint a katonai szolgálatból történő leszerelést. A katonai szolgálat, mint említettem a megfelelő minősített helyzetekben, kerülhet erre sor, főszabályként továbbra is fegyveres katonai szolgálat. Ugyanakkor a javaslat az alaptörvény 31. cikk 3. bekezdésének megfelelően megteremti a fegyveres katonai szolgálatot lelkiismereti okokból nem vállalók számára a fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésének lehetőségét. E személyek a katonai szervezetek fegyveres tevékenységet nem igénylő beosztásaiban teljesítenének szolgálatot. A törvényjavaslat ugyanakkor garanciákat határoz meg annak érdekében, hogy senki ne élhessen vissza ezzel a lehetőséggel. A kérelmet el kell utasítani, ha a körülményekből a lelkiismereti okra való hivatkozás alaptalansága megállapítható. A javaslat természetesen biztosítja a kérelmező számára a jogorvoslat lehetőségét is. Itt jegyezném meg a már beérkezett egyébként igen csekély számú módosító indítvány között szerepel a polgári szolgálat törvénybe iktatására vonatkozó indítvány is, miután az alaptörvénnyel a 2012. január 1-től hatályos
új alaptörvényünkkel. Ez így önmagában ellentétes, hiszen az nem adja meg a polgári szolgálatnak a lehetőségét. Ezért jelzem, hogy az alaptörvény módosítására tett indítvány hiányában már csak formai okból is kénytelenek vagyunk elutasítani ezt a módosító indítványt. Nos, tisztelt Országgyűlés, a honvédség irányítására az alaptörvény 45. cikk második bekezdése szerint az Országgyűlés, a Honvédelmi Tanács, a köztársasági elnök, a kormány és a feladatkörrel rendelkező miniszter jogosult. A javaslat meghatározza szervek és személyek irányítási jogosítványait, de ezen a területen csak a lényeges, garanciális szabályokat rögzíti sarkalatos törvényben. A részletes szabályok meghatározása az alaptörvény 45. cikk második bekezdésében a kormány számára biztosított működés-irányítási hatáskörből fakadóan kormányrendeletben fog megtörténni. A javaslat az egyértelmű irányítási, szakirányítási és vezetési viszonyok kialakítása érdekében világossá teszi, hogy a honvédség irányítása és vezetése a honvédelmi miniszter feladatköre. A honvédelmi miniszter a honvédség irányítását személyesen, szakirányítását a közigazgatási államtitkár útján, vezetését pedig a honvéd vezérkar főnök